Békés megyei kormányhivatalnak nagyon fontos célkitűzése az, hogy a mi vagyonkezelésünkben lévő ingatlanokkal kapcsolatban egy tudatos gazdálkodást tudjunk megvalósítani. Nem kevés ingatlanról beszélünk, hiszen 140 ingatlan tartozik a Békés megyei kormányhivatalhoz, és nyilvánvaló egy hatékony működtetést szeretnénk megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha az emberek adóforintjaiból minél kevesebbet kellene arra költeni, hogy a Békés megyei hivatalok tudjanak működni. Nyilván ezért szeretnénk a rezsit csökkenteni. Erre nagyon jó lehetőséget biztosít számunkra az az Európai Uniós lehetőség, ami energetikai korszerűsítéseket finanszíroz le. Békés megyében sikeres tudott lenni, hiszen 1 milliárd forint áll rendelkezésünkre, hogy ilyen projekteket meg tudjunk valósítani. Az imént említett 140 ingatlanból 7 ingatlan került kiválasztásra, ahol ezek az energetikai korszerűsítések meg tudnak valósulni. Itt elsősorban arról beszélünk, hogy nyillázárókat cserélünk, illetve szigeteléseket adunk ezeknek az épületeknek. Itt nagyon komoly, több 10 millió forintos megtakarítást fogunk összességében éves szinten elérni, és arról tudok beszámolni, hogy ezek a beruházások az idejében szeptember-október magasságában el tudtak indulni, és jövő tavasszal mind a 7 projektelem átadásra fog kerülni. Ezáltal az imént említett cél, hogy minél olcsóbban tudjuk a közigazgatást működtetni Békés megyében, meg fog tudni valósulni.